Több mint 200 alkalmazott marad munkanélkül, ha bezár a nagyváradi cukorgyár. Ráadásul mintegy 100 cukorrépa termelő nem tudja majd értékesíteni a terményeit. A szakszervezetek szerint nem minden tiszta a gyár bezárása kapcsán. Az állami szervek beavatkozását kérik az élelmiszeripari szakszervezetek a nagyváradi cukorgyár ügyében, szerintük ugyanis a német befektető tisztességtelen módszerekhez folyamodott. Nehezményezik, hogy a Pfeiffer-Langen anyacég jelentős összeggel meghitelezte a váradi gyárat, majd a piacinál magasabb kamattal fizettette vissza. Ez veszteséget eredményezett. A szakszervezeti vezetők szerint igaz, hogy a nagyváradi gyárat a túl magas költségek miatt kell bezárni, hisz a többi romániai cukorgyár is hasonló körülmények között dolgozik. Azt kérjük a pénzügyminisztériumtól, a környezetvédelmi minisztériumtól, illetve egyéb illetékes intézményektől és szervezetektől, hogy ellenőrizzék a vállalat pénzügyi és környezetvédelmi helyzetét, valamint az adásvételi szerződést a privatizációs hatóság és a német cég között, hogy lássuk, minden kitételt tiszteletben tartottak-e. A cukorrépa termesztők próbálták menteni a helyzetet, a tavaly szövetségbe tömörülve ajánlatot tettek a gyár megvásárlására, a tárgyalások azonban kudarcba fulladtak. A váradról távozó befektetői csoport eddig 6 ukrajnai és egy németországi gyárat zárta be. Ha a váradi gyár leáll, akkor Erdélyben már csak Marosludason és Botfaluban lesz működő cukorgyár.